A megalapozó gyanú szerint a férfi három ingatlanban járt, és mind a három esetben a tetőbontás módszerével jutott be az ingatlanok melléképületeibe, illetve garázsaiba. Garázsba ott volt a létra, egy 8 fokos alumínium, akkor ott volt a gázpalack, mind a kettő tele volt, meg volt töltve. A másnap vettem észre, hogy vasárnap, délelőtt, hogy innen a kisholból kivitték a talicskát is, eltolták. Hát valószínűleg, hogy a két palackot abba raktak rá. Hát azon kívül a cserepeket a házon is, mert a padlásra fölmentek, de ott nincs semmi, kibontották a cserepet, akkor a másik garázs, onnan meg, hát megint onnan nem tudtak elvinni, mert nem volt olyan lényegesen semmi se, ott is kibontották a cserepet, plusz azon kívül az ajtón jöttek ki, az meg ki volt feszítve, és az is nyitva volt. A tetőn keresztül így bemászó férfi a helyszínekről gázpalackokat, alumíniumlétrát és benzinmotoros fűnyírót tulajdonított el. A bűncselekmények feltételezett elkövetőjét elfogták és előállították, majd a nyomozók három rendbeli lopás elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A Jászberényi Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat egy 18 éves jászladányi lakos ellen, aki nem szokmányos módszerrel követette a bűncselekményeket a településen. A megalapozott gyanú szerint az elmúlt héten három ingatlanban járt a férfi, és mind a három esetben ugyanazon módszerrel az ingatlanok melléképületeibe, illetve garázsaiba tetőbontás módszerével jutott be. A tetőn keresztül így bemászó férfi a helyszínekről gázpalackokat, alumíniumlétrát és benzinmotoros fűnyírót tulajdonított el. A terhelt részletes beismerő vallomást tett.